Sziasztok! Folytatjuk a sportfogadás.org-nak a podcast rovatát, és folytatjuk a Ferencvárossal, mivel ilyen podcastet még nem csináltunk, hogy magyar csapat megérni a tavaszi szezont is, a Nemzetközi Kupában, de most erre is igazából alkalmunk lesz, miután a Ferencváros túlélte az Európa Liga csoportkörét, ráadásul csoport elsőként, tehát az első körben az egyenes kieséses szakaszba nem is kellett pályára lépnie, most pedig egy régi ismerős csapattal fog összecsapni, a Bayer Leverkusennel, és erről a meccsről fogunk beszélni. Először a Ferencváros majd Németországba lép fel, majd egy héttel később a németeket fogadja a Budapesten. Erről a meccsről, ezekről a meccsről fogunk most beszélgetni, majd Rob Millerrel, akivel kapcsolatban össze inkább azt kérdezném legelőször, hogy mennyire örültél a Leverkusennek, így, hogy azért itt nagyjából be tudjuk helyezni, hogy ők milyen erősséget foglalnak el a Nemzetközi Kupaporondon. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Hát igazából mennyire örültem neki, ezen a szinten már szerintem egy csapatnak sem lehet úgy szívből örülni, hiszen mégiscsak az Európa Liga legjobb 16 közötti mezőnyében jár a Ferencváros, olyan magasságokban, amire azt nézzük, talán még a klubvezetés sem számított. Nincs könnyű választás, lehetett volna ennél sokkal rosszabb a sorsolásunk is. A Leverkusen azért azt mondom, hogy nem verhetetlen ellenfél, de azért lássuk meg, hogy ebben a 16-os mezőnyben a Ferencváros talán, ha nem is messze, de a leggyengébb játékerőt képviseli. Itt már teljesen mindegy volt, azt hiszem a Ferencvárosnak is szakmai szempontból, hogy melyik csapatot húzzák ki ellenük. Igazából talán azt mondom, hogy ha profit szempontjából nézzük, akkor jobb lett volna egy még nevesebb sztárcsapat, úgymond, mondjuk egy Manchester United, tehát ugye itt azért ott van a pakliban az is, hogy azzal, hogy talán egy viszonylag a jelenlegi mezőnyben, hogy mondjam, gyengébb periódusban lévő klubot kaptunk ellenfelül, így akár még azt is lehet, hogy az álmot tovább szövik, és akkor egy őrületes módon 8 közé jutást megcéloznak. Meglátjuk, igazából semlegesen fogadtam, tényleg. Én azt mondom, hogy szakmai szempontból nézve, akár jól is járhat a Fradi ezzel a párosítással. Jó, és akkor kicsit térünk rá az esélyekre is, mert ugye, mint ahogy említettem, ugye másfél éve találkozott a két csapat egymással, akkor Németországban 2-1-re kapott ki a Ferencváros, mi ugye utána Budapesten 1-0-ra nyert a Ferencváros. Megnéztem amúgy, hogy akkoriban a csoportkörben amúgy a Leverkusen meccs előtt a Ferencváros OCA jóval alacsonyabb volt, ilyen 1,18-szerért adták akkor a Leverkusen győzelmét, míg most 1,33 körül van. Ugye azóta edzőket is váltottak a csapatok, pedig csak másfél év telt el, voltak változások a játékos keretben is, de amúgy mit gondolsz arról? Mert azért nem volt olyan nagyon régen ez a találkozó. Azóta tényleg erősödött annyit a Ferencváros, vagy gyengült annyit a Leverkusen, hogy most az 1,33-as győzelmi ott az első meccsre, ez reális a németeknek? Hát igazából szerintem ezt a kérdést két oldalról kell megközelíteni, egyrészt a Fradi oldaláról, másrészt pedig a németek oldaláról. Igen, én úgy érzem, hogy a tavalyi évhez képest a Ferencváros a nemzetközi porondon erősödött, amit bizonyít az is, hogy megnyerte az Európa Liga csoportkört. Emlékezhettek, hogy ősszel itt beszélgettünk, hogy vajon sikerül esetleg egy harmadik helyet, netán ne adj úristen egy második helyet elcsípni a csoportba. Ehhez képest ügyesen kihasználva például a Monakónak a szezon elejé gyengébb formáját, meg tudták lovagolni ezeket a lehetőséget, és megnyerték a csoportot, amire senki nem számított. Tehát én azt mondom, hogy a Fradi egymás követő években folyamatosan ott van ebben a nemzetközi kupa vérkeringésben. Ez abszolút kellő tapasztalattal ruházza fel a keretet. Nem mellesleg pedig Csercseszóval ott azért jóval, hogy mondjam, jobban muzsikál a Ferencváros, mint Stöger alatt. Szerintem nincsenek Rebrovi szinten, de Stögernél mindenképpen jobb a csapat. Tehát egyfelől emiatt is lehet, hogy emelkedett a Leverkusen szorzója, másrésztről pedig, hogyha a németek, én nem tudom, hogy két évvel ezelőtt milyen formában találkoztak a Ferencvárossal, minden esetre azt látható, hogy ez a Leverkusen, legalábbis, hogyha a bajnoki formájából indulunk ki, a bajnokságban mutatott produkciójából, akkor nem tűnik olyan acélos gárdának, mint két évvel ezelőtt. Tehát ez egy másik fajta faktor, ami miatt emelkedett némiképp az ő
szorzójuk is, tehát szerintem ez két összetevőből áll. Én ezzel magyaráznám azt, hogy 1.18 helyett 1.33. Én nem gondolám azt, hogy két évvel ezelőtt az irodák rosszul árazták be, úgy, ahogy most sem a szorzókat. Oké, és akkor kicsit maradjunk, és akkor itt a Leverkusennél most beszéljük át mindkét csapatot, ugye, hogy milyen formában vannak. Azért az látható a németeknél, hogy azért a bajnokságtól sokat már nem várhatnak, a német kupából már kiestek, tehát hogyha ebben az évben szeretne Xabi Alonso bármilyen kiugró eredményt elérni a csapattal, akkor az Európa Ligába kell alkotni, azért ez biztos. És ahogy te is mondtad, hogy itt ebben a körben már számukra valószínűleg a Ferencvár is a legideálisabb ellenfél. És azért ez, azt gondolom, hogy a fogadásunk megkötésében is azért ez egy döntő faktor lehet. Egyetértesz ezzel? Hát azzal mindenképpen egyetértek, hogy a Leverkusennél biztos, hogy a sorsolás után teli mosolyjal távoztak, hiszen azért a legjobb 16 között megkapni papíron a leggyengébb ellenfelet, azért az mindenképpen jó jel. Pláne azért is, ahogy írtad, hogy a bajnokságban jelenleg a 11. pozícióban tanyáznak a gyógyszergyáriak. Hát igazából én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára olyan szezon, hogy ennyire mélyen látnám a bajnokság ezen szakaszában a csapatot. És való igaz az is, hogy azért elég komoly huszáros hajrát kéne véghez vinniük a bajnokságba, hogy reálisan akár csak az Európa Liga selejtezőt, vagy Európa Ligát érő helyekre is odaérjenek. A bajnokok ligája azt teljesen kizártnak tartom jelen pillanatban, hogy oda tudnának érni, mert ez abszolút, abszolút lehetetlen. Úgyhogy igen, tényleg ezzel is egyetértek, hogy abszolút a kupa, az Európa Liga jelentheti a Leverkusennek azt a kiugrási lehetőséget, hogy jövőre nemzetközi porondon részt vehessenek. És hát igazából kiindulhatunk abból, hogy rossz formában vannak most, tehát lehet látni, hogy az utolsó 5 bajnokiukból egyetlen egyet tudtak megnyerni a Hoffenheimben idegenben, de azért tudjuk azt, hogy a nemzetközi kupaporond, vagy bármilyen kupaporond teljesen másfajta eredményeket tud hozni, mint például egy bajnoki sorozat. Ez igaz a magyar kupaporondra is, hát láthatjuk, hogy a múlt héten milyen eredmények születtek, igaz a nemzetközi kupaporondra is, látható, hogy a Leverkusen szenved, és akkor a Monaco ellen a 32 között két hete megvert helyzetből otthon kikaptak 2-3-ra, és a hercegségben meg büntetőkkel kivívták a továbbjutást egy baromi gólgazdag meccsen, úgyhogy teljesen más arculatát mutatta, mint a bajnok, az eredményesség, mint a bajnokságban. Nem tudom megmondani azt, hogy a Leverkusennek a bajnoki meccsei milyen stílusúak, mindenesetre az eredményekből látva szerintem semleges szurkolónak mindenképpen élvezetes, mert gólgazdagnak látom őket. A német bajnokságra amúgy is érvényes az overezés, úgyhogy gyakorlatilag én egy erős Leverkusent várok annak ellenére, hogy nem szerepel jól a csapat, de mint hogy a kupa az egyetlen lehetőségük arra, hogy valamelyest sikeres szezon zárjanak, így azt gondolom, hogy a Fradi ellen egy nagyon kemény német csapatot várhatunk. Igen, és hogyha már itt a formáról beszéltünk, ugye ennek a specialitása az lesz, hogy a Leverkusen azt a csapatot búcsúztatta az Európa Liga előző körében, amelyik ugye pont a Ferencváros csoportjában volt. Tehát ugye itt az AS Monacóról beszélünk. A Monacóról azért szintén vannak friss tapasztalataink. Annyira azt gondolom, hogy azok alapján nem meglepő, hogy ilyen gólgazdag mérkőzéseket játszottak. Az viszont annál inkább, hogy mindkét csapat idegenbe tudott győzni, és ugye végül büntetők után jutott tovább ugye a Leverkusen. Hogyha ezt is kicsit így összerakjuk, a Monacót azért láttuk. Azért abból lejön, hogy itt azért nagyon esélyes lesz a Leverkusen, mert azért a Monaco ellen mind a két meccs nagyon necces volt, és ugye láthattuk ugye azt is, hogy ha a Monaco egy kicsit jobban koncentrál, akár több pontot is tudott volna gyűjteni a Ferencváros ellen, és így azért kicsit meg kezd körvonalazódni a kép, hogy mire számíthatunk itt a Leverkusen elleni meccsen, hogy azért én azt gondolom, hogy itt lesz egy ilyen nagyon nagy mezőny fölé a németeknél, és a Ferencváros valószínűleg azt a kevés lehetőséget próbálja majd kihasználni, ami adódhat neki azért ezen a mérkőzésen. Nekem ebből a Monaco elleni meccsekből is azért ez jön le. Hát nekem is abszolút, és azt hozzá kell tennünk, hogy mi úgy vertük meg idegenben a Monacót, illetve x-eltük velünk itthon, hogy az én véleményem szerint ez a Monaco ősszel nem volt olyan jó periódusban, mint tavasszal. Nem igazán követem hétről hétre a francia bajnokságnak az eredményeit, de nekem ott van az, hogy mintha amikor a Fradival összekerültek volna, akkor a bajnokságban a Monaco a tabella
hát közép részében, lehet, hogy még az alsó felében is tanályázott, és ha minden igaz, most pedig ott van a top élmezőnyben a PSG, Marseille, Blanc, tehát hogy ott van elől. Tehát és a Leverkusennek ezt a jó formában lévő Monacót sikerült leütnie, tehát azért szerintem teljesen más periódusban találkozott a Ferencváros velük, mint most a Leverkusen, ez megint csak a németek felé hajlítja a mérleg nyelvét. Tehát, hogy ezt mindenképpen érdemes volt még megjegyezni szerintem. Oké, és akkor azért mielőtt belemegyünk a tippekbe, azért kicsit beszéljünk a Ferencvárosra is. Ugye ők is már elkezdték az NB1-et, nagy változás nincsen, Torony magasan vezetik éppen a listát, valószínűleg már azért a bajnoki címet most adhatnánk nekik, viszont te látta az utóbbi pár meccsüket itt a tavasszal, mi a véleményed róluk, hogy esetleg a tavaszi, az őszihez képest esetleg valami nagyobb változásról be tudsz számolni? Hát igen, most tavasszal azért időmből fakadóan eléggé követem az NB1, illetve hát a magyar focinak a történéseit. Meg kell mondanom, hogy minél jobban követi az ember ezeket a történéseket a fogadási piacon, annál jobban elbizonytalanít, úgyis rendkívül abszurdikus, mert sokszor tényleg az előzetes várakozásoknak teljesen ellentmondó eredmények születnek, nincsenek stabil teljesítményű csapatok, akikről hétről hétre meg lehetne állapítani egy formát, és hát a Fradira is igaz lett ez. Én azt mondom, hogy a Ferencváros mérföldekkel kilóg ebből a mezőnyből, tehát mi tehát erről már beszéltünk sokszor, játékos állományban, infrastruktúrában, lehetőségekben, nem a magyar foci az ő jelenlegi színvonaluk, és ez az egyik legnagyobb gyengesége szerintem a mostani csapatnak, ugyanis én azt érzem a Ferencváros játékosain, hogy ő pontosan tudatában vannak annak, hogy itt félgőzzel, torony magasan meg tudják nyerni ezt az NB1-et. Nincs egy igazi kihívójuk. És ebből fakadóan most is azt hiszem 14-16 ponttal vezetik a tabellát, hogy nincsen folyamatosan kényszerhelyzet, ezáltal születnek tavasszal sorozatosan olyan váratlan döntetlenek, például mint a sereghajtó Vasas ellen, most hétvégén a Kecskemét ellen, vagy Mezőkövesd ellen, de igen, Kecskemét ellen is ugye x-eltek, tehát hogy nem kapnak ki, mert félgőzzel is még arra is elég nekik, hogy x-eket játszanak, de gyakorlatilag nem égnek üzemi hőfokon ezek a játékosok. Most a Leverkusen elleni párharc, az EL 8-at döntő úgymond, biztosan megüti az inger küszöbüket, hát ugye ez egy jó kiugrási lehetőség, mert abban biztos vagyok, hogy itt akik a Fradinál jelenleg vannak, keret nagy része, azok minden egyes ilyen alkalmat egyfajta kiugrásként is, a saját karrierjükre nézve, kiugrásként is megélik, hiszen itt felfigyelhetnek rájuk, és elvihetik külföldre. Úgy, ahogy például a Lajduni esetében a világbajnokság volt, véget ért a torna, itthon volt még egy-két meccset csereként, aztán az Unión belül úgy vitte, mint a húzat. Tehát, hogy gyakorlatilag én azt mondom, hogy pont ez a langyos víz, amit itt fordulóról fordulóra ezek a játékosok megélnek, ez most akár kiütközhet abban, hogy a Leverkusen elleni meccsen ugyan felpörgetett Fradit várok, de lehet, hogy pofon lesz az a színvonal hirtelen egy Mezőkövesd, egy Vasas után, amit majd a németek ránk fognak gyakorolni. Úgyhogy én abból azt mondom, hogy jelen pillanatban tényleg teljesen reálisan látják a bukik a favorizálást, minden esetre azért a Fradi egy fekete ló, mert ez a kellő, hogyha sikerül Csercseszoknak kellő motivációt, már egy EL 8-a döntőben miért ne sikerülnek kellő motivációt belesújkolni a csapatba, akkor okozhat meglepetést a Fradi, de két pár harcban, oda-visszavágón azért én nagyon meglepődnék, hogyha a németeket ki tudnánk ejteni. Igen, hát ugye erről beszélgetünk, és pont pár hete éppen Bencével az UEFA koefficiensek rovatban, ugye, hogy magyar bajnokság ugye nagyon egyfejű, és épp ezért nem is tud igazából a liga előrébb lépni, mert hogy az egész nemzetközi kupára csak egy csapatunk ideális, ez pedig a Ferencváros. Mondjuk a jó hír az, hogy ők már évek óta ebben a szerepben vannak, tehát így már nagyjából azért megszokhatták, hogy a hazai bajnokság az nagyjából egy felkészülési periódus a nemzetközi ligára, és ugye ilyen szempontból igazából jól szokták venni ezeket az akadályokat, tehát talán pozitívabbak is lehetünk. A másik viszont, hogy akkor konvertáljuk ezeket át valami tippekbe, ezt a sok információt, amit most már itt elmondtunk. Neked mi az, ami szemet szúrt az utcokat böngészve? Hát igazából
Elsőre ugye mindig, amikor meglátjuk egy meccsnek a fogadási kínálatát, a kimenetre szorzók tűnnek fel az embernek. Hát igazából én itt ezen a piacon egyáltalán nem találtam értéket. Én a Leverkusennek az 1.33 körüli szorzóját abszolút értéktelennek tartom, mert azért, hogy mondjam, oké, hogy ők a párharc esélyesei, de hát azért láttunk már csodákat. Az első meccsen is, ha azt vesszük, ugye két éve kikapott 2-1-re a Ferencváros, de Ryan Mahé már 9. percben megszerezte a vezetést. Igaz, akkor még valamennyire a rutintalanságnak, illetve a németeknek jó formájának köszönhetően ugye ezt megfordították 2-1-re, de hát azért látható volt, hogy az a Fradi rá tudott ijeszteni akkor a gyógyszergyáriakra, ez most sem kizárt, hogy ez összejöhetne. Úgyhogy én a kimeneteles piacokat hagynám, ellenben azért hála Istennek a fogadóirodák azért készülnek egy komolyabb fogadási kínálattal számunkra a meccs kapcsán, rengeteg speciális területtel, és hát én megmondom őszintén, itt a podcast előtt az alaposan beleástam ebbe magam, és több területről is kiírtam magamnak olyan lehetséges zöldülő opciókat, amelyek szerintem megfontolandóak lehetnek mindenki számára, kezdve például mondjuk a szögletek piacával. Tehát mit várunk ettől a mérkőzéstől? Megmondom őszintén, amikor elsőre gondolkodtam itt, hogy mire tennék, még nem is néztem a fogadási piacot, én egyből arra gondoltam, hogy tök jó lenne, hogyha mondjuk lenne a speciális piacon labdabirtokrása lehetséges fogadás, mert az én elképzelésem szerint azért itt egy komoly hazai pályán komoly német dominanciát várok. Ugye tudjuk azt, hogy előbb már fejtegettük, hogy a Leverkusennek a kupa, az Európa Liga az elsődleges terep most már a bajnoki szezon megmentése miatt. Így biztos vagyok benne, hogy hazai pályán arra fognak törekedni, hogy ne nagyon legyen eldöntendő kérdés már a visszavágón. Ezért én arra gondolok, hogy ők fogják dominálni a játékot elég erőteljesen, tehát egy 60% feletti labdabirtoklásukra simán azt mondom, hogy ütni fogják, de sajnos egyelőre nincs ez a piacon. Akkor én tovább gondoltam, hogy milyen játéképet vizionálok, hát ugye, hogyha a németek támadnak, valószínűsíthetően azért ott a kapunk előtt repkedni fognak a beadások, stb. Én a szögletekre is ki lennék hegyezve, utána néztem, hogy a Leverkusen mennyire szögletes csapat. Hát igazából nem annyira, 3-4 szögleteket lőnek így, amiket így a bajnokságon megnéztem, de én úgy érzem, hogy ezért a Fradi ellen rendesen bele fognak adni, és hogyha megnézzük a Leverkusen szögleteinek számát, akkor az 5,5 feletti opcióra, tehát hogy legalább 6 szögletet lő ezen a meccsen a Leverkusen, az 1.60, majd 1.70-es szorzó, Az elég kecsegtetőnek tűnik. Tehát a szöglet piacon nálam ez így egy elég ilyen értékes fogadás. Akkor gondolkodtam azon is, hogy vajon a Fradi védelem az hogyan fog muzsikálni. Ugye hát itt nem a mezőköves csatárai vagy a Vasasnak a támadóival kell majd szemben állniuk, hanem azért akárhogy nézzük, egy topligás csapatnak, igaz, hogy 11. helyen áll, de olyan offenzív támadói vannak, akiknek többsége válogatottak, mint például a Patrick Schick talán a cseheknél, de tényleg minőségi játékosaik vannak, és nem biztos, hogy erre a védelem hirtelen most úgy át tud állni, és én mindenképpen várok lapokat, sárga lapokat a védelmünktől. Végignéztem, hogy ősszel az Európai Liga csoportkörben alig volt meccs, hogy például Knoster vagy a Sami Mahé ne kapott volna lapot. Mert ugyebár vannak olyan szituációk, amikor könyörtelenül le kell faltolni az ellenfelet, és ezért is lehet az, hogy még a két belső védőn kívül a Besics, illetve még a Vécseinél is sűrűn fordult elő, hogy besárgult, hiszen gondoljunk arra, hogy mondjuk a középpályán hirtelen labdát vesztünk, megindulnának a villámgyors támadók, hát muszáj egy taktikai faltot behozni, hogy ne rohanják le hirtelen a védelmet. És hát hogyha megnézzük, hogy gyakorlatilag itt a lapokra, szinte amit említettem, Knosterre, Sami Mahéra, vagy akár a Kovácsevicsre, hogyha ő kezdene a védelem tengerbe, 5-ös, majdnem 6-os szorzót kapunk, hogy besárgulnak. Hát szerintem ebben simán van. Úgy is még érték, hogy mindegyikre teszünk egy-egy egységnyi tétet. Hát három közül bármelyikbe. De még a Besics is mondom, vagy a Vécsei is abszolút lehetséges. Hát én a lapok irányába is elmennék ezen a meccsen. És nem utolsó sorban pedig, hogy azért szeretem a gólok piacát is. Én nagyon meglepődnék, hogyha az első fél időben nem zörögne meg egyszer valamelyik háló. Nem mondom, hogy feltétlenül a Fradié, de igazából a Leverkusen is benne van a pakliba, hogy akár találhatunk egyet Radetzky kapujába, úgyhogy
én arra gondoltam még az előző körben, hogy a gólok számában az 1.0 overre a fél időben tennék. Hát kicsit elszomorodtam, hogy ide pusztán 1.53-osot adnak a bukik, hogy esetleg kettő találat születik. Úgyhogy ez annyira nem sikerült. Úgyhogy legerősebb tippem a szögletpiacon az, hogy lesz 6 Leverkusen szöglet körülbelül 1.70-es odcért, és emellett még mondom, nagyon én inkább a sárgalapok piacán nézelődtem. Nem tudom, te hogy vagy ezekkel a tippekkel. A szöget az egy kicsit igen, nekem is neccesnek tűnik, mert én mondtam, hogy a Leverkusen sokat nem rúg, de nyilván itt ugye mezőnyfejét várunk tőlük. Ami az jobban tudok hozzászólni, az a másik kettő márket, amit említettél. Ami nálam is egyezés, az a sárga alapok a Ferencvárosnál. Én nem játékosra húztam rá, hanem csapatra. Hogyha megnézzük, akkor igazából, ha a csapatra nézzük a 2.5 overlapot, az is 2-es szorzó. Szerintem az egy duplázóért jó, a hasonló okokból, mint amit te is mondtál, hogy azért itt nem kell tartani most eltétástól egyelőre. Tehát benne van a paktiban azért az, hogy a védelem nagy nyomás alatt lesz, és azért tudjuk, hogy ilyenkor azért a Ferencváros szokott gyakran szabálytalankodni, hogy az ellenfél ne is jusson már a kapihoz, illetve hogyha időhúzásig el tudnánk jutni, én azt mondom, hogy ez igazából a döntetlen, hogyha közel van a másik félben, amíg tartják a döntetlent, akkor onnantól szerintem fog menni az időhúzás is, azért ezt láttuk többször Dibusztól is, és alapból a játékosoktól, tehát alapból itt is benne lehet még a sárgalap. Szerintem ez a 2.5-es határa amúgy elfogadható, hogy 3 nap kell 90 perc alatt. A másik, ami eszembe jutott, én még a gólok piacát nézegettem, hasonló elven szintén, mint amit te is mondtál, de én a mindkét csapat gólt lő opciót néztem ki, ami most jelenleg 2-es szorzó környékén van. Azért, hogyha megnézzük a Leverkusen védelme, ez talán pont ugye az, amit más éve is beszéltünk, hogy a Leverkusen védelme akkor sem volt biztos, és a mostani eredményeket nézve most sem az. És azért ezt kihasználja a Ferencváros, azért viszonylag sok csapatnak be szoktak találni. Talán ezt a statisztikát amúgy néztük össze is, hogy amúgy nagyon kevés csapat bírja ki kapott gól nélkül a Ferencváros ellen, a Nemzetközi Kupában is. Azért, mert viszont ezek a kontrák, amikor ugye teret biztosítanak nekik, akkor a gyors játékosok révén, vagy esetleg áttövésből azért bejátszhatóak, és ugye ebből viszonylag ők azért sok gólt szereznek, tehát ahhoz képest, hogy mennyi helyzetük szokott lenni. Tehát ilyen téren a mindkét csapat gólt lő 2-es szorzóért nekem az úgy amúgy egy elfogadható opció igazából. Mert azért abban nagyjából biztosak lehetünk, és illetve a bukik is azok, hogy ugye a Leverkusen fog itt gólt szerezni, tehát hogy azt, hogy a Ferencváros kihúzva ezt egy clean sheet-tel, az nagyjából ilyen minimális esélyt adnak rám, és szerintem ez reális. Beszéltük, hogy miért, a Leverkusen mindenképpen tovább kell jutnia, viszont benne van a pakliban szerintem az, hogy a Ferencváros gólt lő. A sárga pagatom, hogy nagyjából eltért ezt, mert te is ezt hangsúlyoztad ki, mit gondolsz erre a mindkét csapat gólt lő piacról? Hát a konszenzusra akarunk jutni, hogy melyik lenne ennek a podcastnek a legerősebb tippje, akkor egyértelműen a büntetőlapokat mondanám, mert a kettőnketben nagyon-nagyon egyetértett. Én szerintem is abszolút value bet ez a 2-es odds körül a 2.5 lap fölött a Fradi esetében. A mindkét csapat gólt lőtől én félek egy picit. Tehát, hogy hát igen, ez az 50%, hogy vagy rúg gólt a Fradi, vagy nem. Mert ahogy mondtad a Leverkusennél, az biztos, hogy számolhatunk azzal, hogy lesz találat. Hát már csak abból kiindulok, hogy a NB1-ben is rendre kapitulál a Ferencváros, szinte majd minden meccsen. Bekapja a Dibusza maga egy gólját, vagy két gólját olykor. Tehát, hogy efelől nincs kétségem. Én a Fradiban ugyanúgy ott van a lehetőség, hogy talál gólt, de én ezt annyira nem érzem. Tehát, hogy mindenképpen 2-es odds-on, tehát itt az odds határ mutatja meg azt, hogy inkább van benne érték, mert maga duplázós a szorzó, tehát hogyha mondjuk én 1.60-1.70 körül lenne, akkor nálam ez nem lenne partiban. Így az odds az kecsegtető mindenképpen rá, tehát hogyha most arra kéne választani, hogy lő-e mind a két csapat gólt vagy nem, akkor én is inkább azt mondanám, hogy igen, mert gyakorlatilag 2 éve is betaláltunk, meg ősszel is látható volt, hogy azért idegenben a Trabzonspor elleni meccs kivételével azért tudott találatokat szerezni a Fradi, úgyhogy én azt mondanám, hogy hát nem tenném rá a házat erre a tipre, de gyakorlatilag egyetértek vele, hogy azért inkább benne van a pakliban, mint nincs az, hogy találatot szerez a Fradi, de én biztos, hogy a büntetőlapok piacán, ahogy ide beszéltük, én azon fogok itt maradni főtipként.
Oké, jó, akkor maradjunk a büntetőlapoknál. Szerintem kellőképpen ki is veséztük itt a meccset, hogy mi mit gondolunk róla, és milyen fogadási típust tudunk javasolni. Remélem, hogy a hallgatóknak is igazából segített ez, abban, hogy megtalálják az ő saját fogadási típusukat, ami itt bejöhet erre a meccsre. Amit tudunk mi ígérni, hogy egy hét múlva folytatjuk, akkor majd elbeszéljük már itt az első találkozót is, és utána a további tippeket próbálunk majd adni a visszavágóra. Addig is mindenkinek jó sportfogadást, sziasztok!